Sziasztok! Egy Mayfly nymfa megkötését szeretném bemutatni. A holdog, amit ehhez használok, az egy 12-es méretű, standard szálú nymfás holdog, aminek a végére ráhúztam egy 3,3 mm átmérőjű, részszínű tungsten fejet. Befogjuk a holdogot a satúba. Rögzítjük. A nymfa megkötését az altest kialakításával kezdem, amihez egy unisztes típusú, bézs színű tesztcérnát használok. Ezt alapkötéssel rögzítem a fej után néhány tekeréssel a holokszálon. Fölösleges cérna dolgot levágom. Ezután rögzítjük a bordázatot, amihez egy részszínű, médium vastagságú lótot használok. Ebből egy darabot. Fej után szintén rögzítek néhány tekeréssel, majd a rögzítést hátra viszem egészen a holokszál végéig. Itt rögzítjük a falok szegmenseket, amihez sárga színű fogónyaktól szegmenseit használom. Leválasztunk néhány szegmenset tollgerincről, kihúzzuk oldalra, úgyhogy ezek vége egyforma hosszúságba kerüljenek, majd ezeket összefogva leszakítjuk a tollgerincről. Ráhelyezzük a holokszál tetejére, a holoköböl végénél. Majd ezeket rögzítjük. Rögzítéssel visszamegyünk egészen a fejig, majd elkezdjük kialakítani az altest formáját, ami egy enyhén kónuszos forma lesz. Ezután rögzítjük a kötözőcérnát. Egy 8-as méretű, olívdán színű kötözőcérnát használok. Ezt a fej után néhány tekeréssel rögzítem. Majd ezzel rögzítem a testcérnát, amit rögzítés után tőben levágunk. Hátra visszük a kötözőcérnát egészen a már korábban rögzített falokszegmensek tövéig. Itt rögzítjük a hátanyagot. Ehhez egy Nymph Skin nevezetű műanyag fóliát használok. Ebből levágunk egy 4-5 mm-es csíkot. Ennek az egyik végét V alakba vágjuk. Ezt a felét közvetlenül a faroktőnél, a holokszál tetején 2-3 tekeréssel rögzítjük.
Ezután elkezdjük kialakítani a testet, amihez természetes színű vagy nyúlszőr dubbingot használok. Ebből egy keveset, egyenletesen rásodok a kötöző célnára, majd ezt elkezdjük feltekerni az altest körül, úgy, hogy a feltekerendő rétegek szorosan egymás mellé kerüljenek. A test kialakítását körülbelül a holokfej, vagyis a tungsten fej után 4-5 mm-rel befejezzük. Ezután előre húzzuk a már rögzített hátanyagot, majd elkezdjük feltekerni a boldázatot. Úgy rögzítjük a hátanyagot, hogy ez a holokszál tetején fusson végig. Miután feltekertük a boldázatot, ezt néhány tekeréssel rögzítjük. A szabadon hagyott rész között, tövénél. Miután rögzítettük, drótot leszakítjuk, ezután következik a lábak rögzítése, amihez szintén sárga színű fogónyak tollat használunk. Beválasztunk egy tollat, ezt leszakítjuk, ennek fölösleges, bolyhos, használhatatlan szegmenseit leszakítjuk a tollgerincről, ezután végig megfogjuk új peggyel, és a szegmenseket hátra húzzuk tollgerinc vastagabb része fele, majd ezeket összefogva rögzítjük a test fejfelüli kezdeténél, fölösleges tollszegmenseket levágjuk, ezután következik a hasi rész kialakítása, amihez szintén szürke színű, természetes színű vagy nyúlszőr dubbingot használok. Ebből szintén egyenletesen rásodok a kötöző célnára kisebb mennyiséget. Ezzel meg vagyunk, hátra húzzuk a tollat, majd ennek tövébe és a szabadon hagyott rész közé feltekerjük. Utána ezzel meg vagyunk,
korábban rögzített fogolytól szegmenseket, visszahúzzuk. Fejfele, orrukszál tetején, majd ezeket két lazább tekeréssel rögzítjük, ezután beállítsuk a megfelelő pozíciót, tehát a orrukszál tetején fussanak, ezután még néhány erőteljesebb tekeréssel rögzítjük. Ezután a fölösleges tollat levágjuk, még néhány tekeréssel rögzítjük, ezután elválasztjuk a szegmenseket, 5-es két oldala fele irányuljanak, majd előre húzzuk a hátanyagot, amit a fej után néhány tekeréssel szintén rögzítünk, fölösleges hátanyagot levágjuk, ezután következik a gallér kialakítása. Ehhez egy barna színű spektra dubbingot használok. Ebből egy keveset. Rásodok a kötöző célnál egyenletes mennyiségben. Ezt végködő segítségével feltekelem a fej után, egyúttal kialakítva a végkötést és a gallét. Ezután kissé kézzel meghúzzuk a kötöző célnát, így ez jobban rögzül. Kötöző cénát tőben levágjuk, ezután tépőzás segítségével testet kissé bújossá tesszük, és kész is a nymfánk. Jó szórakozást az elkészítéséhez. Sziasztok!